Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 23-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Most nála minden a feje tetejére állt. Ő úgy érzi magát, mintha elveszítené a talajt a lába alól. Ezt a kártyát meg lehet fordítani. Az azt közölné vele, hogy másképp kellene látni a dolgokat. És akkor megvan ez a biztonság érzete, meg ez a könnyűség is. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, és azt mutatja a következő kártya. Az elmúlt hetekben, hónapokban ő neki voltak kihívásai, de itt győztesként látható a képen. Viszont megviselte őt, és ez a helyzet nála félelmeket váltott ki. Kell egy kis idő, amíg átteszi magát ezeken, és most megtekintjük azt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Bizonyára halljátok így a háttérben ezeket a hangokat vagy zörgést, itt nem ostoroznak senkit, hanem itt Mallorca szigetén most ilyen északi, mondhatnám viharos szél van, és itt a háttérben az ajtón van egy ilyen függöny, ami a nyáron a legyek miatt van, és azt csapkodja így most ez a heves, viharos szél. És most megnézzük a harmadik kártyát, mégpedig azt, hogy mit közöl veletek. Itt ezen a képen látható egy királynő. És ez a királynő uralkodik a föld eleme felett. Az jelenti a biztonság érzetét, természetesen az anyagi biztonságot is. A föld eleme jelenti a reális dolgokat. Akkor is, ha most minden úgy a feje tetejére állt, és vannak félelmei, mégis szeretné azt, ha érezhetné a párkapcsolat területén a biztonságot. És ti nyújtjátok most számára ezt. Amit még ez a kártya mutat, hogy ti értékesek vagytok számára. Legyetek ennek tudatában. És most megnézzük a napi üzenetet, egy lelki üzenetet. Itt ez a fa, a kívánságok fája. Neked van egy régi kívánságod, amit majdnem elfelejtettél, de ez a kívánság most megvalósul. Ez volt a lelki üzenet a három kérdőjeles jóslásban. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint minden jóslásra, és ha ezt asztrológiával együtt szeretnétek, akkor a díjam 8500 forint. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!